Már javában zajlanak a próbák a Richter teremben. Január 29-én a leggyőribb koncertjére készül a Győri Filharmonikus Zenekar, a jelző pedig több szempontból aktuális, egyrészt éppen Gilbert Varga személye miatt, hiszen a karmester a világhírű művész, a győri születésű Varga Tibor fia. Az est első felében a Varga Tiborról elnevezett nemzetközi hegedű verseny győztese, a fiatal orosz tehetség Dimitri Smirnov közreműködésével csendülnek fel Brahms D-dur hegedű versenyének dallamai. Nagyon szeretem, ahogy a zenekar játszik, és természetesen a karmester is elképesztő. Kiválóan együtt tudunk dolgozni, hiszen nagyon könnyen kapcsolatot teremtek a társulat művészeivel, így egy magasabb szintre tudjuk emelni a zenélést. Nagyon sok helyen jártam már, de ez mégiscsak Varga Tibor szülővárosa, így nagy megtiszteltetés, hogy meghívott a Győri Filharmonikus Zenekar. Győr egyszerűen csodálatos, ahogy Budapest is. A folyók találkozása miatt hasonlítanak egy kicsit Szentpétervárra. Brahmsot Bartók Béla a Fából faragott királyfi című táncjátékának csodás dallamai követik, ami azért is érdekes, mert a zeneszerző városunkban adta egyik utolsó koncertjét. Rövid, de van mind Bartóknál mindig sok-sok-sok dolgok benne, és nagyon nehéz ezt az egész sztória, egy kis suite-ban van, fantasztikus zene, és én nagyon kicsit voltam surprised, hogy én gondolom, hogy a zenekarnak az először, hogy játszanak ezt a suite, én szerintem talán a 10 jobb darabokat, ami Bartók írt, ez benne van. Szóval ez óriási zene, nagy zenekar is, sokat dolgoztunk, és ez kitűnő lesz. A pénteki előadás után Győrben, február 8-án adja soron következő hangversenyét a társulat. A farsangi koncerten rengeteg meglepetés és humor várja a közönséget. Az esten Berkes Kálmán vezényel.